Bozóki András mondhatjuk, ott volt a Fidesz születésekor. 1988-1993 között tagja volt a Fidesznek. Sőt, 1990. januártól májusig a Fidesz szóvivője, 1991-1992-ben a párt országgyűlési képviselőcsoportjának szakértője volt, míg 1993-ban ki nem lépett a pártból. A 24.hu-nak adott interjújában szépen levezeti Orbánnak és rendszerének főbb mozgatórugóit. Ebből, nem meglepő módon az egyik legfontosabb a pénz. Felmerült a kérdés, hogy ha egy párt finanszírozása, egy országgyűlési kampány kivitelezése töredéke annak, ami már most is csak Mészáros Lőrinc nevén van, akkor minek még több pénz? Nem csak a választásra kell a pénz, hanem egyéb kampányokra, lobbistákra, hétköznapokra. Ráadásul Orbán nyilván spájzol a nehezebb időkre, hiszen ínösségben is fizetnie kell majd azokat, akikre támaszkodik. Válaszolja erre Bozóki, és most kapaszkodjanak meg, mert azt is elárulja, kikből áll és mekkora az udvartartása Orbánnak. Véleménye szerint a nagy intézmények, média holdingok, fegyveres testületek, oktatási központok, kórházak, kulturális egységek vezetőit, a parlamenti képviselőket, pártközeli vállalkozókat, kampánygurukat, nemzetközi lobbistákat, önkormányzati tótumfaktumokat kell ide sorolni, akiknek a száma. Pár ezer közülük néhány kiemelt káder leválthatatlan. Pintér Sándor, Varga Mihály, Matolcsi György, Polt Péter, Rogán Antal, Kövér László, Habony Árpád és Kubatov Gábor az utóbbi 20 évben mindig szorosan ott állt Orbán mellett. És később felépült a Mészáros Lőrinc nevével jelképezett gazdasági hálózat. Hívta már ezt Orbán, polgári Magyarországnak, aztán lett belőle, nemzeti együttműködés rendszere, majd, illiberális demokrácia, most pedig, régi vágású keresztény demokrácia, az elnevezés.